tudom, hogy korábban te már indultál Fizümön. Mi vezetett rá, hogy most megint indulj? Mi volt az a lökés, ami ezt elindította? Jók a híreid, valóban indulok. Már azt tudom több mint 2 éve, hogy fogok indulni, azóta készülök erre. És azt is jól tudod, hogy nem ez az első Fizüm versenyem, ez a 3. szerintem Magyarországon lehet, hogy én vagyok a Fizüm veterán, nem is tudom, de hát minden esetre ez a 3. verseny, hát a legutóbbi az azért elég régen volt, mert az 91-ben volt, a Lausanne-ban. És előtte meg ugye te Japánban is? Nem, hanem Hollandiában, 88-ban, Hágában. És korábban színpadon indultál? Igen, igen, mind a kétszer általános művészetbe. Most bontom a formát, és most szalonbűvészetbe fogok indulni. Uh-huh. Valamit emlékeztetni fog a műsorod arra bizonyos kínai close-up műsorra, amivel 95-ben országos bajnokságot is nyertél? Hát annyiba fog emlékeztetni, hogy ugyanolyan nagy showt viszek ebbe a close-upos feelingbe, ami szerintem akkor abban az időben, 95-ben elég újdonság volt, hogy ilyen színpadias elemek kerültek be. Manapság ez már jobban dívik azért. Itt is hasonló, de teljesen más karakter. Nem egy ilyen keleties fazon lesz. Szerintem sikerült megalkotnom egy eredeti figurát. Azt is elmondhatom, hogy szerintem életem legjobb műsorát most megcsináltam. És a legnehezebb műsorát. Tehát a legnehezebbet és a legjobbat szerintem. Szerintem eddig ez a legprecízebb műsorom, amit valaha csináltam. Igen, ezt említetted nekem, hogy szinte semmi gimmicket nem használsz, hanem kizárólag a kézügyességi elemek. Igen, igen, tulajdonképpen most így belegondolok a műsorba, ilyen trükkös kellék szinte nincs benne. Tehát ekte manipuláció. Megmondom őszintén, igazából majdnem manipulációba is el lehetne indulni ezzel a műsorral, de mégiscsak parlor, mivel asztal mögött vagyok, és leveszek, fölveszek tárgyakat, de végig magam előtt dolgozok egyébként. Tehát a parlor szerintem a megfelelő kategória erre a számra most. És akkor ez egy zenés műsor szám? Igen, 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 igen. Ez viszonylag egy elég spécin kilőtt zenére. Külön érdekessége, hogy egy zeneszerző külön erre a számra komponálta meg a zenémet, tehát ez az én zeném. Hát kíváncsian várjuk, és nagyon drukkolunk neked, hogy sikered legyen. Előtte esetleg a világbajnokság előtt lehet valahol majd látni ezt a műsort, vagy kifejeztem majd hát, ezt a mutatod először? Most vagyok abban a stádiumban, hogy már így közönségnek is mutogatom be, ilyen kisebb baráti, és nem csak baráti társaságba. Majd május végén lesz 3 ilyen nagyobb lélegzetvételű műsorom, ami körülbelül összesen egy ilyen 600 embert fog érinteni, ami egy olyasmi feelinget sikerült talán megteremteni, ami hasonlítani fog talán a világbajnoksághoz, hogy egy olyasmi nagyságú színpad, stb. Bár nem tudom, hogy kint milyenek lesznek a körülmények, bár amit láttam fönt a Fizüm honlapján, hogy ha az lesz ott a színpad, ami ott látható, akkor abban nem biztos, hogy fogunk örülni. Ilyen egyetemi tanszékszerű volt ez a dolog, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz kint. Hát az embernek úgy kell készülni, hogy végül is mindenféle szempontból elő tudja adni a számot, tehát és igazából a zsűrinek kell dolgozni, bár azért jó, hogyha a közönség is lát belőle valamit. Igen. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz a technikai dolog itt, hogy lesznek megoldva, de hát bízunk benne, hogy azért egy világbajnokságon azért megfelelően elő lesz ez készítve minden versenyszámhoz, mind a színpadihoz, mind a close-uphoz. Tehát hát egy nagyon komoly felkészülésen vagyok túl. Egy nagyon erős motiváció kellett ahhoz, hogy én ezt elkezdjem még egyszer, mert tudod te is, hogy körülbelül 10 éve már csak így gyerekműsoroztam, külön a bűvészettel nem foglalkoztam, csak ilyen úgymond alapszinten, és nem gondoltam volna, hogy én még egyszer fogok indulni világbajnokságon, de most erről a motivációról nem szeretnék különösebben kitérni, majd beszéljünk a világbajnokság után, de gondolni való, hogy nagyon erős kellett, hogy legyen ez a késztetés, amikor pénzt és energiát nem kímélve megcsináltam ezt a 8,5 perces műsort.
és hát bízom benne, hogy tetszeni fog a közönségnek. Hát nagyon sok munka van benne, és arra nagyon büszke vagyok, hogy bár ezzel lehet, hogy majd lehet vitatkozni, de én azt mondom, hogy 95%-ban teljesen saját találmányok és ötletek alapján van összeállítva a program. Tehát ez... Ennek nagyon örülök, hogy így sikerült úgymond felszívni magamat még egyszer, mert azért már nem most kezdtem a szakmát. Igazából a jövő héten töltöm az 50-et. Tehát... Hát figyelj, hogy előre is boldog szülinapot, és tényleg nagyon sok sikert kívánok a versenyre, úgyhogy remélem, hogy minden úgy összejön, ahogy szeretnéd. Hát igazából, amit nagyon szeretnék, hogy az úgy menjen le ez a műsor, hogy én ezt megálmodtam, hogyha ez sikerül, akkor már én azt mondom, hogy nyertem. Jó, köszi szépen!